Ünnepséget tartottak az Alamegyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézményben. Az ellátottak és a dolgozók a karácsony közelettével az itt élőknek több produkcióval kedveskedtek. Mintha itt lett a Nagyisten, szentélyen a súgna szára. Az én kedves kis falunkban, minden szívben, csak szeretett lakik máma. Elsőként Ady Endre Karácsony című költeménye hangzott el, majd Vig László köszöntötte a megjelenteket. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, ebben a lélekemelő időszakban különösen fontos, hogy embertársaink életébe minél több örömet csempészünk. Nemrég gyújtottuk meg a negyedik gyertyát, a szeretett gyertyáját. Itt is arról szól ez a történet, hogy mit tudunk annak érdekében tenni, hogy azok az embertársaink, akik rászorulnak, egy kicsit boldogabbak legyenek, egy picit jobban éljenek, egy picit jobban érezzék magukat. Ezért jöttünk ki ma őket köszönteni, és a gondozókat, akik egy nap alatt éve szombat, vasárnap, karácsonykor is teszik a dolgokat, gondozzák mindazokat, akik elesettek. Zimborás Béla, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala megyei kirendeltségének igazgatója elmondta, az elmúlt hónapokban sok programot szerveztek, esetenként pedig óvodások, iskolások látogatták meg a lakókat. Mindezzel az adventi készülődést igyekeztek színesíteni. Ez a karácsonyi adventi időszak az, ami egy integráns részét képezi az itteni gondozási mentálhigiénés feladatoknak, tehát itt tulajdonképpen október óta, vagy októbertől kezdődően elindul egy nagyon komoly munka, és ez rengeteg kreatív energiát is nyilván igényel, hiszen a díszítéstől kezdve a programok kitalálásán, összeállításán, megszervezésén át, a felkészülésig tulajdonképpen minden egyes munkafolyamatban részt vesznek maguk a lakók is és a dolgozók is, és ez nagyon, nagyon szépen összehozza így azt gondolom, hogy az ellátottakat. A rendezvény résztvevői külön ajándékként a Levendula Otthon munkatársainak előadásában a Hókirálynő című Andersen mesét tekintették meg.